Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai nap a tetralógiáimat szeretném bemutatni nektek. Kóros sorozatolvasó vagyok, valahogy mindig sokkal több sorozatot kezdek el, mint amennyit befejezek, ezért áll jó pár a polcomon is. A leggyakoribbak azok a trilógiák, de elég sok 4 és 5 részes sorozatom is van, meg van 1-2-6-7 részes is. És gondoltam, hogy ma bemutatom a 4 részes sorozataimat, azaz tetralógiáimat. 7 darab tetralógiát fogok bemutatni, amiből szigorúan véve 5 az, ami tetralógia, és 2 olyan, hogy 4 részes a sorozat, de viszonylag lazán kapcsolódnak egymáshoz a könyvek. De én tetralógiának hívom, mert 4 van belőle és sorozat. Kezdjük akkor a szigorúan vett tetralógiákkal. Az első az a nápolyi regények sorozat, aminek itt láthatóan 4 része, és ez egy picit előtt a többitől, így műfajában, meg témájában, ugyanis ez a legkomolyabb 4 könyv, amit ma ajánlani fogok. A komoly alatt azt értem, hogy talán ez dolgozza fel a legmélyebb témákat, és ez a legnaturalisztikusabb az összes közül, és ez az, ami nem fantazi és semmiféle utopisztikus, vagy disztópikus, vagy mágia, vagy sci-fi, vagy ilyesmi nincs benne. Ez az 1960-as, 70-es évek Nápolyában játszódik. Két barátnőt, Lilát és Lenút követünk végig egészen a gyerekkoruktól az idős korukig. Végig Lenú szemszögéből játszódik az egész. És én nagyon-nagyon szerettem. Nagyon más, mint amit általában olvasni szoktam, de az írónő Elena Ferrante annyira szépen ír, és így be tud rántani, hogy teljesen meglepődtem. Azért nem azt mondom, hogy daráltam a lapokat, mert nehéz volt a téma, meg sokszor nehéz volt megebészteni egy-két eseményt, ami a kis lepke lelkemet bántotta, de tényleg nagyon megéri elolvasni. Viszont, hogyha az első rész után azt érzitek, hogy ez annyira nem vonzott betiteket, akkor nem ajánlom a folytatást, mert nem lesz nagyon másmilyen. De ha az első rész tetszett, akkor tényleg olvassátok el a többit is, mert nagyon megéri. A következő tetralógia ez a cuki színes dolog, amit a Kolibri kiadó adott ki, méghozzá nem más, mint a Tükörjáró sorozat. Szerintem nagyon-nagyon király ez a kiadás, nagyon tetszenek a színei, és nagyon tetszenek a borítók is. Mindegyik nagyon-nagyon egyedi, de mellette látszik, hogy ezek egy sorozatba tartoznak. Így az egésznek a mintája. Szóval nagyon-nagyon meg vagyok elégedve vele, és magával a történettel is. Talán a negyedik rész egy kicsit kevésbé tetszett, de az is tetszett. Szóval nagyon tudom ajánlani, és az első rész az tényleg teljesen magába szippantott. Szóval leültem, és csak így olvastam. Egy olyan világban vagyunk, ahol sok kisebb földrész van, és az egyik ilyen az Anima, ahol a főszereplőnk Ophelia is él, és animán az embereknek az a különleges képességük, hogy a tárgyakhoz ilyen nagyon szorosan viszonyulnak, például ki tudják olvasni a tárgyaknak a múltját, vagy tudják manipulálni őket, és Ophéliának van egy extrém képessége, méghozzá az, hogy a tükrökön keresztül tud közlekedni. És hát Ophéliánk nem a legügyesebb teremtés, de nagyon okos, és rengeteget fejlődik a 4 regényen keresztül. És az az egésznek az alapkonfliktusa, hogy a Anima vezetői, a matrónák kitalálják, hogy Ophéliát így politikai házasságból adódóan egy másik földrészre, vagy hát szilánkoknak hívják őket, csak így, ha valaki nem ismeri a világot, akkor a földrészként egyszerűbb megismertetni. Szóval egy szilánkkal politikai kapcsolatot akarnak kötni, ezért úgy döntenek, hogy kiházasítják Ophéliát Thornhoz, akivel előtte Ophélia sosem találkozott. És hát így Ophélia elmegy Thornnal, Thornnak a szilánkjára, és ott hát eléggé nagy szarkavarások mennek, de nagyon egyedi volt a világ, és ilyen mágikus, nyomozós, jelenfejlődés és dologra kell gondolni egy slow burn románccal. Ez egyébként ifjúsági történet, de tipikusan az az ifjúsági történet, ami okosan van megírva, szóval felnőttek számára is maximálisan élvezhető.
A következőt szerintem már unjátok, annyit emlegettem a videóimban, ugyanis ez nem más, mint az Ember Quartet, aminek az első része... Jaj! A szúnyadó parázs, az megjelent magyarul, viszont az összes többi nem, ezért angolul szereztem be. Ez is egy nagyon király kiadás, nekem nagyon tetszenek a borítói, és nagyon tetszik, hogy tényleg harmonizálnak a borítók, egységes az egész, látszik, hogy ez egy jól felépített terv alapján lett kiadva. A sztoriról röviden, egy fantasy világban járunk, ahol ami ilyen arab-római világszerűség, van egy elnyomott réteg, meg egy uralkodó réteg, a két főszereplénk a két különböző rétegből kerül ki. Előkerül jóslat, misztikum, szerelmi háromszög, szerelmi sokszög, de úgy, hogy nem idegesítő. Szóval nagyon király volt, én nagyon-nagyon élveztem az első részt, és miután letettem róla, hogy magyarul megjelenjen a többi, azután megrendeltem angolul, újraolvastam az elsőt angolul, és utána egy-két hónapon belül végigolvastam az összes részt, tehát ez jelzi azt, hogy ez egy tényleg nagyon jó sorozat. Szóval, ha valaki tud angolul olvasni, akkor nagyon ajánlom neki, ha meg nem tud, akkor szerintem akkor is érdemes elolvasni az első részt, mert oké, hogy egy tetralógia és szorosan kapcsolódnak a részek, és érdekelni fog a folytatás. De maga az első is egy tök nagy élmény volt nekem, és tényleg megmaradt annyira, hogy évek múlva újra elővettem. Szóval egy nagyon jó olvasási élményt tud nyújtani, és hát ki tudja, hogyha elkezdtek házalni a kiadóknál, hogy adják meg ki a folytatást, akkor hát hamar jelenik magyarul a több, vagy újra ki, többi, vagy újra kiadják. Fú, talán ez a sorozat a legvaskosabb mind közül. Csak most kölcsönben van a harmadik rész, ezért így elbírom. De ez már így kész súlyzó. Ez pedig az Eragon és annak részei, vagyis hivatalos nevén az Örökség tetralógia, de úgyis mindenki csak Eragonként ismeri, ami az első résznek a címe. Ahogy láthatjátok a borítóból, bizony, ezek sárkányok. Ez is alapvetően egy jó kiadás, annyi idegesítő, hogy a harmadik részben azt hiszem a szerzőnek a neve volt fordítva írva, vagy valami ilyesmi, és ez pont nincs itt, hogy megmutassam, hogy az mennyire nagyon-nagyon idegesítő, meg itt, ez itt arannyal van, míg a többi fehér. Ezért sem vagyok annyira oda, de ez apróság tényleg a harmadik rész a legidegesítőbb benne. És hát akkor láthatjátok, hogy ezek féltéglák, bár szerencsére, fú, ez nagyon nem fog látszani. Na mindegy, szerencsére a betűk egyébként nem annyira kicsik, szóval lehet, hogy olvasási órában a nápolyi regények, vagy akár a tükörjáró több lenne. Igazából nem mértem le, nem tudom. Minden esetre ez egy jó sorozat. Mondjuk kicsit félek újraolvasni, szeretném újraolvasni, csak kicsit félek tőle, mert amikor először olvastam, akkor nagyon gyerek voltam, amikor másodjára olvastam, akkor kicsit kevésbé voltam gyerek. De most már nagyon nem vagyok gyerek, szóval félek, hogy tetszene így ennyi év után, főleg úgy, hogy azóta már olvastam jó sok fantazit, ami színvonalas. Fú, de meglátjuk. Az alapsztori egyébként egy tipikus archetípus történet. Vagyunk egy fantazi világban, van egy gonosz uralkodó, aki elnyom mindenkit, vannak lázadók, és van egy fiatal, átlagos parasztfiunk, aki nem tud megférni a bőrében, és egyszer csak feltűnik előtte egy sárkány tojás, amiről nem tudja, hogy mi az, de magához veszi, és a tojás kikel, és a belőle kikelt sárkánnyal, Szafirával, ez a fiú, Eragon, örökre tartó kapcsolatot köt, mivel a sárkány az ő érintésére kelt ki, és így Eragon lesz az, akire nagy súly nehezedik, hogy segítsen megdönteni a gonosz uralkodó Galbatorix rém uralmát. És az ötödik rendes tetralógia az a Holdbéri krónikák. Ennek nekem csak az első két része van meg fizikai példányban. Ahogy láthatjátok, ez még az Alexandra kiadós kiadás, azóta a könyvmajképző kiadta és be is fejezte mind a négy részt.
Szóval meg lehet venni, el lehet olvasni. A legtöbbeknek nagyon tetszik ez a sztori, de hallottam olyanról, aki szerint gagyi és unalmas, és nem tudom. Én abba a táborba tartozom, akiknek nagyon tetszik, kétszer is elolvastam, bár a második olvasás már viszonylag régen volt. Lehet, hogy majd újraolvasom, ez csak az első részre vonatkozik, a többi részt nem olvastam többször. Egy olyan, hát, utopisztikus, disztópikus világban vagyunk, ahol vannak kiborgok, de a kiborgokat lenézik, és egy ilyen kiborg a főszereplőnk, Cinder, akivel nagyon sok minden történik, és ahogy a nevéből kitalálhatjátok, ez egy hamupipőke feldolgozás, de egy izgalmas hamupipőke feldolgozás, ami igazából semmi... Hát van benne egy-két új elem, de nagyon könnyen kiszámítható minden, de csak így egyszerűen jó volt olvasni. És ami érdekes, hogy a többi rész is egy-egy mese feldolgozás, tehát a többi részben is felbukkan egy-egy újabb mese, például a Scarletben a piroska és a farkas, azt hiszem a harmadik részben a Rapunzel, a negyedik részben meg a hófehérke. Hát ezt a sorozatot nagyon tudom ajánlani, szerintem nagyon érdekes volt, és nem mondom, hogy ótákat zengek róla, de mindenképpen a jobbak közé tartozik. És akkor így, hogy elfogytak a rendes tetralógiák, mutatom a kettő extrát. Az egyik Louise Lobrinak az Emlékek őre sorozata, igazából nem is tudom, hogy mi lehet a sorozatnak a rendes címe, talán nincs is neki. Ez az Emlékek őre, és a többi rész pedig nagyon-nagyon lazán kapcsolódik egymáshoz, például a második rész, ami megvan nekem, az a Valahol messze, a harmadik rész a Hírvivő, és a negyedik rész az a Fiú. Nekem azt hiszem a Hírvivő volt a kedvencem a négy rész közül, és mivel újra kiadták, ahogy a Valahol messzén láthatjátok is, majd be fogom szerezni a Hírvivőt is, és a Fiút is. Azt hiszem, hogy a Fiú az azért már kevésbé tetszett. Az Emlékek őre viszont nagyon. Ez egy disztopikus történet, egy olyan világban, ahol nagyon szigorúan szabályoznak mindent, és nincsenek színek. És egyetlen egy valaki van, aki emlékszik a múltra, és lát így színeket is, ez pedig az őrző, az Emlékek őre. Ebben a világban mindenki megkapja 12 évesen, hogy mi lesz, ha nagy lesz, és aztán azt szerint kell tanulnia, és Jonas 12 évesen az Emlékek őrének jelölik ki, és hát ki lehet találni, hogyha már olvastatok disztópikus történetet, hogy mi lesz folytatás, de nem lövöm le. Ha még nem ismernétek, akkor olvassátok el, nem véletlenül nagyon-nagyon híres ez a könyv. És én igazából a folytatásokat is ajánlom. Ha Valahol messze az gyengébb, mint az első rész, viszont a Hírvivő meg erősebb, mint az első rész. A Hírvivő még sírtam is, vagy könnyeztem, ami nálam nagy szó. És az utolsó tetralógián nagyon-nagyon meg fog lepődni az, aki követi a csatornámat. Igen, ebből a videóból se hagyhattam ki Colden Lane-t. Igazából ez a legkevésbé tetralógia az összes közül. A dolog iróniája, hogy most pont négy könyv van a kezemben, de egyébként a sorozatnak az első része, a Napnak fénye, az jelenleg nincs nálam, mert kölcsön van adva. És a harmadik részt, a Csillagok szikráit, azt így két kötetben adták ki, mert ahogy láthatjátok, egy féltégla így is az egyik, szóval nem igazán lehetett volna elolvasni, így is megtört a gerince szegénynek. Egyébként nem csak én olvastam el, hanem más is, és még csak mérges sem tudok renni rá, mert annak, aki megtört a gerincét, mert hát ezt nem nagyon lehet anélkül elolvasni. Ezek tényleg lazán kapcsolódnak egymáshoz. Az első rész és a második rész kb. Sehogy, és utána a harmadik részben találkozunk össze az első és a második résznek a karaktereivel, majd a negyedik részben pedig egy harmadik részbeli karakternek a szemszögéből láthatjuk az eseményeket. Ez a négy könyv tipikus Golden Lane kötet, izgalmasak, pörgősek, tele vannak odamondással, szarkazmussal, iróniával, izgalmas karakterekkel, és tényleg pörög az egész, és pörögnek az oldalak, és csak így kapkodod a fejed, hogy hol vagy, mert mint hogy tudod követni az eseményeket, csak annyira gyorsan olvasod, mert így magával ragad az egész, hogy csak olvasod, és aztán utána a végén nem tudod felidézni, hogy pontosan mi is történt, mert tényleg annyi esemény van. De fú, nagyon jó élmény mindegyik, és nagyon vicces mindegyik. Szóval, ha agykikapcsolódásra vágytok, akkor ezeket ajánlom. Egyébként ezek ilyen
jövőbeli alternatív világ sci-fi cuccosok. Ja, talán ez így lehet a legjobban elmondani. Tehát ilyen, nincs benne mágia, csak ilyen technológiai újítások. Ja, tehát a Földön játszott a sci-fi gyakorlatilag. Oké, sikerült valahogy elmakognom. Tehát ez az a hét tetralógia, amit ma ajánlani akartam. Ezek azok, amiket végigolvastam. Ugye van kettő, aminek nincs meg az összes része, de olvastam végig őket. Van más tetralógia is, amiben már belekezdtem, és megvan az első egy-két rész, de azoknak még nem jelent meg az összes része, ezért nem akartam őket idehozni. Én jobban szeretek úgy sorozatot elkezdeni, ha tudom, hogy megjelent az összes része, de valahogy mégis mindig elcsápolok az új megjelenésekre. Ez egy elég rossz szokás. Nektek mi a kedvenc tetralógiátok? Ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, és köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem, hogy találkozunk a következőben. Legyen szép hetetek! Sziasztok!